Az Európa-bajnokságra kijutatott szerb U21-es válogatottat odahagyva váltotta a felcsúszótávozó Pintér Attilát az NB1 ötödik helyén álló meglepetés csapata Mezőkövest kispadján. A korábbi diósgyőri kecskeméti paksi tréner Tomislav Šivić, aki stílusváltást ígér. Hát tervéről kérdezzük felkészülés közben a mestert. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Személyes okokból hagytad ott a szerb 21 évesek válogatottját. Akarsz beszélni róla? Hát nem, azért, mert ha személyes, akkor marad is személyes. Nem, könnyű döntés volt, az biztos, azért, mert nehéz pillanatok elértem, de ez döntés született, és most itt vagyok. Na, akkor viszont arról nyilvánvalóan akarsz beszélni, hogy milyen motivációk és indokok alapján vállaltad el a Mezőkövesd irányítását? Hát motiváció az, hogy egy igazi kihívás, azért, mert a Mezőkövesd megcsinálta egy történelmi siker, ötödik helye NB1-be, ami tényleg nagyon tisztelni kell az eredmény, és persze az elvárás is nagyobb most, azért, mert a léc nagyon magasan áll, és azt folytatni kell. Ez egy kihívás, viszont személyesen is nekem, hogy bizonyítani kell, mint mindig, egy nem könnyű helyzetben, ez igazi kihívás, amit vállaltam, és most rajta vagyok, hogy tudok teljesítmény, hogy ahogyok az elvárások. Amíg Szerbiában a szerbekkel dolgoztál, végig figyelemmel kísérted a magyar NB1 életét? Hát figyeltem azért, mert sok barátom van itt Magyarországon, évek keresztül szereztem nagyon sok barátom. A fociból, a foci kívül, és akkor persze, amivel Szabadkán lakok, nekem van ez a csatorna, aki közvetíti a meccseket, és mindig, mikor ott voltam, néztem, szóval képben vagyok. Értelek. Egyébként te meglepődtél azon, hogy az NB1 ötödik helyét elődött Pintér Attila felcserélte a másodosztálya? Hát ez az övé dolog, hogy hogy döntötte. Meglepődtem, nem lepődtem meg, annyira nem. Azért, mert Pintér Attila is egy külön figura, mindig húz a váratlan, és ő tudja a legjobb, mi neki jó, és miért, és hogy. Én sok sikert kívánom neki. Ahogy ezt említetted, magasan van a mérce, ő kisebb csodát tett Mezőkövesden. Mi hozta ősszel az ő sikereit, mit gondolsz? Hát ahogy én néztem a meccseket, azt gondolom, hogy jó hangulatot megcsinált az öltözőbe, meg a játékos belül, és akkor néha-néha némi kis szerencse volt, amit megérdemeltek biztos valamivel, munka, hozzáállása, vagy sok mindenve, és akkor született ez az ötödik hely. Viszont nem szeretném ebbe beleesni, hogy most ünnepelünk ötödik hely, és várunk, hogy vége legyen, és hogy itt maradjunk. Nagyon keményen, duplán keményen kell dolgozni, hogy itt maradjunk, és oda kell tenni, és erősítet is hoztunk, és változni fogunk sok mindent, azért, mert nem könnyű lesz itt maradni. Na, erre vagyok kíváncsi. Ugye azt mondtad, hogy stílusváltás következik, és igazából nyilvánvalóan a laikus azt mondaná, hogy ötödik helyen áll a csapat, érdemes-e változtatni a stíluson, de hát persze edző meg edző felfogása között nagyon nagy különbség van. Mi lesz ez a változás, milyen irányú lesz ez a változás, hogyha arra gondolok, hogy milyen futballt fogok látni tőletek? Hát azt, hogy megnéztem minden meccset, ami Kövesd játszott ősszel, az teljesen biztos, és nem is egyszer. És az alapján mondtam, hogy más fogunk játszani. Azért, mert én másképp nézem a focira, más az elképzelésem. A volt kollégám persze neki ezt hozta az eredmény, és nem akarok mondani, hogy jobb lesz, rosszabb lesz, csak mondom, hogy más lesz. Másképp nézem a focira, és biztos, hogy fogok kérni dolgokat, ami ideig nem volt. És rajta voltok most a alapozáson, és látom, hogy szépen él ez az elképzelés a csapat belül. Minden napra fejlődünk ebbe, amit most kérem, és azt gondolom, hogy egy szimpatikus csapat leszünk, aki újra tud produkálni a pozitív meglepetéseket. No, azt is mondtad, hogy azok távoznak, akik nem illeszkednek bele az új stílusba, csak olyanok távoznak, akik nem illeszkednek bele? Hát nem, itt egy hosszú sztori lenne, azért, mert nagyon-nagyon nehéz a szituáció, mikor megnézzük az összességet, azért, mert vannak olyan játékosnak, akik lejár nyáron szerződés, nem is egynek, akkor van kölcsön játékosnak,
kölcsönjátékosok. Szóval minden kell összerakni, és lassan csinálni a csapat jövőre. Az miatt is született egy pár döntés, hogy nekünk előre lépni kell. Szóval nem várni a nyáron, hogy a játékos elmegy csak ingyen, és nyáron hozni 10 játékos, akkor biztos, hogy kieső csapat vagyunk jövőre. Szóval azért kellett, most is volt egy pár olyan döntés, ami nem volt könnyű, viszont egyszerű muszáj volt profi világban, muszáj volt lépni, és azért született, még egyszer mondom, egy pár olyan döntés, ahol ezt húztunk, azért az miatt. Na most az őszhöz képest milyen lesz ez a keret? Erősödött, gyengült, maradt körülbelül ugyanolyan. Hogy értékeled? Hát én tényleg nem akarok összehasonlítani azért, mert keret, aki hozta a volt kollégámnak 5. hely, biztos, hogy nem, nincs panasz. Viszont amivel ez az új szituáció, amit soroltam, diktál ezek a dolgokat, azt gondolom, hogy nagyon jól igazoltunk, 4 minőségi játékos, abban biztos vagyok. Erős vagy sem, azt majd meglátjuk, de az, hogy ez a 4 játékos, aki ide jött, az biztos, hogy erősítés, abban biztos vagyok. Voltak olyan játékos, akit nincsenek velünk már, aki itt voltak, de nem játszottak. Szóval abból a szempontból gondolom, hogy megtettünk egy előrelépést. Na most, te Magyar Kupa specialistának is számítasz. A Mezőkövesd idén a 16 közé jutásért játszik. Ez 2 feladat, kiemelt fontosságú számodra ez is? Mindenféleképpen. Mindenféleképpen szeretném valamit megtenni, hogy ezt a fájdalom, hogy nem leszek az EB-re, legalább tudok gyógyítani egy kupáló. Az, hogy mi lesz a realitás, azt majd meglátjuk, de az, hogy arra vágyok, abban biztos lehet bárki. A bajnokságban van egy, te nem akarnál gondolom az 5. hely bűvöletébe élni, de nyilvánvalóan a szurkolók meg a közvélemény az majd azt fogja nézni, amikor vége a bajnokságnak. Jé, hát 5. helyen állt, 3. helyen áll most. Igazából, ha látod ezt az egész NB1-et, akkor mi lehet jó munkával, új stílussal, a te edzői kéznyomoddal együtt tavasz végére az igazán nagy eredmény tőletek? Hát az igazi nagy eredmény az lenne 1-2 helyre főfele, viszont én még egyszer mondom, nem vagyok elájulva ettől az egésztől, azért mert nagyon reális ember mindig is voltam, most is vagyok az. Tudom, hogy milyen csapatok mögöttük vannak, és tudom, hogy mennyi munkát kell, hogy megteszünk és megcsinálunk, hogy legalább itt maradjunk. Szóval inkább ezt a 6 hónapot arra tervezünk, hogy megcsinálunk egy csapat, aki jövőre is képes lesz egy stabil NB1-es csapat lenni. Ha kinyit az ajtó, mindenféleképpen biztos, hogy megteszünk, hogy előre lépünk. Csak nehogy nagyon visszamegyünk, azért mert benne van. Viszont az, hogy csapat jó erővel lesz, és hogy még egyszer mondom, valamit más fogunk játszani, hogy Miskolcról sok néző nekünk szurkolni, abban most tudok mondani, hogy az biztos lesz. Szóval az már egy előrelépés, hogy hozunk egy pár játékos vissza, aki most idáig nem kapott annyi lehetőség, az is egy öröm, hogy próbálunk ezt a legjobb játékosot még jobban csinálni, ez is egy öröm. Szóval vannak olyan különleges célok most a következő 6 hónapra. Hát köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és kíváncsian várjuk a tavaszotokat. Jó munkát hozzá, köszönöm, szervusz! Szépen, szia!